Az ellentétek egymás nélkül létezhetetlenségét szeretném bemutatni az egymással közvetlenül nem összefüggő képek segítségével, mondta élete első önálló fotókiállításáról Német István, tolnai amatőr fotós, amely tárlat a hóvégéig méltó helyen a Tolnai Magházban látható és a Kontraszt címet viseli. Árnyék és fény, fekete és fehér, férfi és nő, adrenalin fröccs, idilli nyugalom, üvöltés és csend, mind-mind lejön a tájképekről, riportokról, riportfotókról, amelyek a szociófotó kategóriában is megállják a helyüket. A tájképek 70%-a tolnán, illetve a környéken, nevezetesen Faddon vagy Fácán kertben készült, a többi a nagyvilág ismert tájai, ahol a fotós együtt megfordult. Német István Kontraszt című kiállításán a szegénység ábrázolását megjelenítését látva, a látogató nem csupán elkomorodik, elgondolkodik, hanem az irónia láttán el is mosolyog. Mert jól lejön a képeken megjelenített személyek önérzéke. Hangulatokat, érzéseket próbál képekre juttatni a magát hobbifotósnak tartó fiatalember Német István. Ezt jó néhány képen, alig hanem sikerült elérnie, az első nagyszabású kiállításán a város, a tolnai hírlap és a katolikus Caritas helyi szervezet